A szakemberek felhívják a lakosság figyelmét, hogy a szállópor szennyezettség éjszaka a legmagasabb, ezért az esti és reggeli órákban lehetőleg kerüljék a szabadban végzett megterelő fizikai munkát vagy sporttevékenységet, és a szellőztetést a déli koradil utáni órákban végezzék. A légszennyezettség további romlása elkerülhető, ha az autók, főleg a dízelüzeműek helyett tömegközlekedéssel, kerékpárral vagy gyalogosan közlekednek, valamint ha a fűtésnél a szilárd tüzelés helyett a gáztüzelést részesítik előnyben. Továbbá felhívják a szakemberek a lakosság figyelmét arra is, hogy a saját és környezetük egészsége érdekében tartózkodjanak a kerti hulladék, például az avar, a fanyesedék, valamint a lábon álló növényzet nyílt égetésétől is. A szálló pornak számos egészségügyi hatása van. A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kötőhártyáját, a felső légutak nyálkahártyáját. A 10 mikronnál kisebb porrészecskék lejutnak a tüdőhólyogokba. A tüdő befolyásolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonsága és kémiai összetétele. A por belégzése a légzőszervi betegek állapotát súlyosbítja, csökkenti a tüdő ellenálló képességét a fertőzésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A porrészecskék toxikus anyagokat, például fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat, valamint baktériumokat, vírusokat, gombákat abszorbálnak és elősegítik a bejutásukat a szervezetben. Veszélyeztetettek a légúti betegségben szenvedők, az idősek és a kisgyermekek, ezért azt javasolják, hogy ők kerüljék a szabadban való hosszabb idejű tartózkodást. A folytatásban csendes őszi idő várható anticiklonális hatásokkal, melynek következtében a PM 10 napi átlaga helyenként az egészségügyi határérték fölött valószínű, továbbá egyes időszakokban a tájékoztatási határértéket is elérheti. A levegőminőség lassú, nem jelentős mértékű romlása valószínű a következő napokban is.